Na, akkor most Monopolyt fogunk játszani. Sziasztok, társasjátékot váltottunk, most de az nem biztos, hogy ezért így tudjuk játszani, mert a Monopoly az nagyon hosszú tud lenni, de ennél valameddig folytatjuk. Hozzá már nekem is egyet nagyon sokat lenne. Ugye vagy ameddig be nem tevelik a memória kártya, akkor addig játszunk. Igen. Hajtó Bálint, jó lesz? Hm. Csere. Műsorszám termékben jelenítést tartalmaz. Ja, jó, hideg. Akkor most kezdek én. És hogy kell dobni a két tízével egyszerre? Igen, igen, két kockával egyszer, és annyit lépsz, amennyit dobsz. Sajnos a használati utasítást sikerült elhányni, úgyhogy kezdőtők is se tudjuk mennyi, meg... Négyet dobtam, egy, kettő, három, négy. Jövedelem adó, fizess 20 000-re. Ja. Csak, már egyből fizetek. Jól indult, igen. Ja. Tudom, rabdodom, nálad van ez. 6 meg 5, az 11. 11, akkor én lépek 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkor én vehetek egy egyetem utcát, 14 ezerért, ugye megkeressük a... Ja, Pécs. Janus Pannonius, ez nem az. Itt van egy egyetem utca Pécs, akkor én ezt megveszem. És akkor lesz egy ilyen kártyám. Akkor azt mondja, hogy... Hát ezeket majd ki kell, most nem raktam sorban, majd kiszedegetjük. Kiválogatjuk. 10 000-es, egy 5 000-es, meg visszaszedek egy 1 000-es, és akkor van. És hogyha rálépsz, akkor most az van, hogyha nincs rajta semmi, akkor... Még fizetek meg? Igen, akkor egy 1 000-es kell fizetned, ha rálépsz. Hogyha nincs rajta semmi? Igen. Hogyha mind a három az enyém, akkor viszont szólszom, akkor dupla. Akkor már dupla bérleti díj. Ha megint négy. Egy, kettő, három, négy. Az meg Kecskeméten van a restártér, nem? 10 000? Homokbánya fele. Hát megveheted akkor az hogy megkeresem. Az a azért világos kép, nem, az nem a sötét kép, az Budapest. Nem tetszett, nem. Itt van, ez Kecskemét, igen, jól emlékeztem, a Lestáté az Kecskeméten van. A Homokbányakon lesz fele van a Lestál iskola. Jó. 600 forint az üres telek. Igen, hát annyi, hogyha ráépel, akkor 600 forint. Az a lényeg, hogy mind a hármat ki kell gyűjteni, és akkor már lehet leépítkezni is. És ha ház van rajta, akkor vagy ha hotel van rajta, akkor meg még többet ér. Szállodával már 55 000. Na én megvehetem a vonalat, tehát akkor most veszek egy vonatot. Keleti vasútvonal, akkor megveszem a jövőt, azt a vonatot. Akkor azt mondja, hogy mennyi? Keleti vasútvonal, ide vele. Na, ez viszont 2500 most rálépsz. Nem még csak egy, hogyha mind a négy nálam van, már 20 000. Veszek én is egy vasútvonal. Na, azt nem veheted meg, az már az enyém. Ja, csak egy van belőlük. Fizetsz 2500-at, az már az enyém. Ez az, hogy minél többet össze kell gyűjteni, hogy akkor neked fizessenek. Ja. Még így ezt már nekem kell fizessed. Aztán majd... Azt mindenki van kettő. Aztán majd később már lehet ilyet csinálni, hogyha nincs meg a három, mert elhapolt a levelem, akkor hát meg kell alkudni. Hogyha meg tudunk alkudni, hogy megvettem tőlem, hogy megvenni a másik két világos kéket, és akkor nekem azt kéne, hogy tudjak építkezni, akkor megalkudhatok, hogy eladod-e. Tízesért nekem adod? Mondom, igen, az akkor, amikor rálész, azt nem tudsz fizetni, és akkor majd azt hogy beszállítom valamennyi ennek, meg így meg lehetne látni. 8. Egy vilmód apiros üleg. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Vehetek Szegeden egy Oskola utcát. Jó. 22 000. Ha jól emlékszem, az Szeged. Igen, itt van. Az pont itt is van legfelül. Hát akkor azt megveszem. Van még annyi pénzem, meg tudja venni. 50 000-ből. Ja, persze, ha 28 000 visszajár, akkor úgy van. Rakta is egy sorba a pénzed, mint én, azt akkor így könnyebb kiszedegetni. Kicsit beljebb toljuk, azt akkor te is bebírod alá rakosgatni. Az mi van, lányám, mi akkor? Neked is könnyebb így szortírozni. Estózban van, csak nem sorban. Mindjárt sorba rakjuk. Be kellett áldozni az egyik 50 000-est, igen, az ilyen. Viszont van egy Oskola utcán. 2. Csak hát egy félét kéne gyűjteni. Meglepetés kártya az. Igen, az igen, az a kéket. Jövedelem adó visszatérítésként kapsz 2000 forintot. Hű, de nagy visszatérítés! Igen, hogyha két egyformát dobsz, akkor dobhatsz még egyszer. Igen? Igen, hogyha dupládod. Ez a 2000-est akkor. Viszont a harmadik dupla után meg börtön. Tehát háromszor egymás után beduplázol, akkor börtön. 3. Az vagy te, 1-2-3, ja, ingyen parkoló, az semmi. Ott nincs semmi. Most egy két egyes dolog, akkor megvehetem a másik vonatot is. Hát nem. 2, 3, 4. Gárdonyi utca. 28 000. Sárga? Aha. Megvegyük. Nincs is itt a sárga, várjál. Ja, az ezek között van. De várjál, hadd keressem már ki. Ez Egerben van. Uh-huh. Gárdonyi utca Egerben. 28 000. Hát, annyiért veheted meg? Megveszem.
28, belakok 36, kiveszek 2000, és akkor van egy Gárdony utcám segedbe. 7. Nem arra hittél rá, így még megveheted előlem. Almagyar utca, 26 000. Keresd csak ki nekem, sárga. Almagyár? Almagyar, almagyár, igen. Almagyár, ott van. 50 000 fölöttje, viszont nekem mennyit? 24-et. 24-et. Azt mondja, hogy 24. 24. Itt van. Zubozd meg. Hát így most már hiába veszed meg a másikat, így már tudok leépítkezni, mert igaz nálad van. Na mindegy, most megvettem azt is. De jó, mi van? Köszönjük. 3. Na, hogy mentél volna a sitre? Óváros 30 000. Azt nem veszem meg. Van kevés a lóvé, mi? Azt sokkal, igen, ha nem veszek meg mindent, akkor nem marad. A hal, aminek éne. 4. Irány a börtön. Várjál, hol voltam? Itt voltam az almagyarom. Ja, akkor nem, akkor még egyet lépsz. 3-4. Kőforogó tér 30 000. Akkor be, akkor be. Hogy egy kőforogó tér zöldbe van. Tehát én is befejezem, szerintem, mert fagyóban a lóvé. 30 000. Melyik fel a gótér? Meg az az 5-es utca. Jó. Milyen az? Zöld. Kőfaragó tér. Pont az nincs meg, mert két zöldet találtam. Itt van. Kőfaragó tér. Sok van. Jó. Igen, így egyre drágább, ami halasz. Majdnem sétre kerültem. Igen, viszont... Aztán körben maradsz ki amúgy. Hát ha fizetsz 5 000 azonnal kijöhetsz, hogyha nem fizetsz... Jó, hovadékot! Ha nem fizetsz, akkor két követben kell maradni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, start, és akkor... Kapsz 20 000-et. Akkor 20 000 jár már. Mert... Ja, belementél. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 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 vegyél fel, hogy 20-at, aztán fizetsz nekem 2500-at, mert az az enyém. Hova megyek? Ide. És fizetsz nekem 2500-at. Azért egy 20 ezerest? Igen, egy 20 000-t, ha kapsz a banktól, nekem meg fizetsz 2500-at, mert az a vonat az enyém. Jó. 20 000-ért vettem, és már kétszer beléptél, tehát már 5 000 visszajött. Jó. És van, amiből csak 2 van, ezek a könnyebb összegyűjteni. És duplázta. Ja, és fizetek 20 000-et jövedelemadó. Én azzal kezdtem megzőre. Beduplásztam, dobok még egyet. 11. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És visszamentél a sajátodra. Hát igen, az a sajátom. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dom tér. Megmehetel a dom teret Szegeden. 24 000, az még. 20 000-est ott belőle. És az egyik már nálam van. Ott meg Debrecen az ezért, a fosban az a Debrecen. Petőfitél, nagy erdőben. 24 000. Hűha, fogyóban a lóvé. Ez csak. Aha. Hé, hey, nem adod ide a kártyámat? Ja, várja, melyik volt az? Domtér, piros. Ja, a módapol, akkor azért megvan. Domtér, ide vele. Megvan nekem is 4. Ja, neked 3 van csak. 4 van nekem is. De a vonattal egyet. Hát igen, nekem van egy vonattal is, nézd csak. Most ide lépek egy duplával, és megvehetem a másik vonatot is. Ja, déli vasút. Igen, akkor megveszünk a másik vonatot is. Akkor 30 000 vissza. És akkor így már, hogyha belelépsz, akkor simán 5 000. Ott vannak a vonatok. Ja, ez ott külön kigyűjtettem, akkor most már van 2 vonat. És dupláztál így, megint a dobsz. Igen. Na most a dobok még egy 10-es, akkor megvehetek 4 vonatot. 5. Irány a börtön. Sorry. Akkor most megmaradok 2 köri. Hát most megfizetek 5 000-et, és kijövök, vagy benne. Hogy 2 kör, hogy jövök? Ja, meg a duplát dobsz, akkor kijövetsz ingyen szintén. Akkor jövetsz azonnal a duplát dobsz. 5. Most meg emlékszem. Gárdonyi út. Az az enyém. Fizetsz 2400-at. Adjál vissza belőle. Nagyon jó. 2006-ot. Ben vagy a börtönben, és akkor mi fizetnek neked? 2006. Hogy adjak vissza 2006-ot, várjál, akkor ezt fölváltjuk. Azért. Vannak ott százasok is. Igen, azért akkor ezt fölváltjuk úgy, hogy akkor egy 5. 500-as, meg 5 darab 100-as. Igen, meg 5 darab 100-as. 2, 3, 5, és akkor 2006. 2006-ot visszaadok. Nagy a dugyiban is a biznisz megy. A harmadik kör után viszont ki kell jönni. Hát te sitten vagy.
De nem fizetted? De lehet dobni, hogyha a duplán dobok, kijöhetek. Ja. Hát így nem. Így maradok. Egy kör, harmadik kör után viszont ki kell jönni. Vagy ha fizetek 5000, kijöhetek. Hat. Nyugati vasútvonal? Azt adja csak ide. 30000 vissza. Nehogy már mind a 4000-ém legyen. Jó. Legyen már nekem is vonaton, ne csak neked. Megint nem dupla. Még akkor egy lehetőséged van, utána jössz ki. Utána viszont ki kell jönni. 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát akkor... Nem veszed föl a zászlózási járót. Na, most dupla. Dupla. Mert már most Pabbi is kivettem volna. Mi az? Petőfi tél Debrecen. Nekem nincs olyan. 18000, hát mindegy, akkor megveszem. És akkor 2000 jön vissza. Petőfi tél. Tehát Debrecenben még úgyse volt. De most is ezt kell gyűjteni mind a 3000 a régen. Nekem csak 6. Ilyen egyes van. 6. Bazd meg. Az csak látogató. Ja. Csak ide jössz. Az, hogyha még benne lettem volna, akkor hoztad volna a bablevest. Ja, meg a reszelődben. Ja, köszi. A csoki tartál, most jutott reszelőd. Ja. 6. Szerencsekártya. Az nem akar? Jó, ja, nem. Gyorshajtásért fizes 1500 forint bírság. Az jó, szerencse. Nem elég, hogy kérne a dutyiból, de melyikből száguldozik. Ja. 8. Jobb ezt ide mellé. Ja, nem. Ide. Ja, a szerencse. Ja, ja mindegy. Ja, várja, az piros, az akkor ide. Az is piros. Ja, az nem meglepetés, ja. Jó. Mennyit dobtam? 8-at. Mi ez? Nagy erdély. Olyanod még nincs, mi? De van, egy. Mennyit kell fizetni? Az 18000. De neked? Az üres telekért. Ja, nem, a Petőfitől az enyém, nem az. Ja, akkor jó. Megveheted valamit. Nem hiszem meg, mert alig van lóvim. Ja. Az jó, de is beduplásztál, úgyhogy jössz még egyszer. 7. Az a déli. Aha. Az enyém, a költözvet ide. Köszi, jó. Mert már van 2. Ötös vissza. Ez. Már is majdnem behozta az állát, ez a sok vonat. Jó. Na most már, de már mind a végét nem tudom megvenni együttben a tiéd. Az éjszakit lehet csak megvenni, már. Az mi valaki? Gárdonyi út, az nem. Nem, a tiéd az almagyár. Jó, az almagyár. Ja, az enyém, az enyém. Ja, a saját az enyém. Jó. 10. 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Az a, meg az enyém. Az a tiéd, az az egy vonat a tiéd. Ja. Hát egyes nem tudom dobni. Egy vonatom bemenjek. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Pót adó fizes 10000-et. 7. 3, 4, 5, 6, 7. Meglepetéskártya meg adja egy 20-ast. Részvényeid értékesítéséből kapsz 5000 forintot, adjál még egy 5-öst akkor. Ez ne jól jártál. Ja. 5. 1, 2, 3, 4, 5. És akkor én is kapok 20000-et, meg akkor megveszem azt a tödök útban. Hát akkor csak 14000-et veszel föl. Hát, vagy adsz vissza. Ne adj 6000-et. Nem, ebből csak 2 van, úgyhogy ez még jó jár, hogyha másikat is meg tudom venni. Akkor már is lehet ráépítkezni. 6. Egy is 2, 3, 4, 5, 6. Lestáktér, az a tiéd, nem? Nem, kecskeméti nincs. Nem, az enyém. Saját. Nem, olyan szívűm nincs. 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mi az? Elektronos művek. Azt megveszem. Az is biztos jobb, hogyha mind a kettőt begyújtod, akkor arra is lehet, mert még ott van a vízmű is. 6. Most meg kell találni. 4, 5, 6. Ez mi? Janus Pannonius út, 16000. Olyan nincs. Itt van, ha egy küzdmű van a tolajdon, akkor dobott száma 400-szorosát kell fizetni. Kérek egy Janus Pannoniust. 12-essel lépsz, akkor fog sokat fizetni. Ilyen rózsaszín szerűség. Színház tél. Pedig annak itt kell lennie, mert még nincs nálam. Itt van. Janus Pannonius.
Te jó. Szóval mindkét közben a tulajdonatban van, már a... Itt az ára, rakd be a bankba. Ez van, hogy... Itt úgy van az azért a közműveknél, hogy a dobott szám 400-szoros, meg 1000-szeresét kell fizetni. Hogy attól függ, hogy az egyik van csak nálam. 5. Meglepetés kárt. Csak ebből húzok. Ja. A bank tévedése miatt kapsz 20.000 forintot. Na, hogy rohadjál. Ez egy ganyé. Ez jó. Apád anyád ide jön. Ez most jól jön. Mi ez? 10. Oda jössz az izéhez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Domtér. Domtér, nem a domtér. Nekem van, sajátom. Ja, az a tiéd már? Itt van, itt van. Nekem is van egy szegedi. 3. Hát az a gratis parkoló, ott nincs semmi. 3. Almagyár utca, az meg nálam van. Ja, az nálad van, igen. Nálam egy másik egri van. 8. Viszont ide jövök, akkor megveszem a vízműveket is. Így viszont jó, várnék rálépsz, akkor már a dobott szám 1000-szerese. Ja. Az jó, hát az visszahozza az állat, most meg kell keresni itt a izébe. 4. Kőforogó tér. Az az enyém, úgyhogy... Na ebből, és bedupláztál. 2-2-es volt. 6. Vörös Marti tér. Hát nem vesszük meg. Abból is a kettő, viszont az olyan jó, hogy lehet a két budapesti, ha már ki van lány ide építve. Óváros. Az a tiéd? Nem. Nem, nekem nincsen sok ami. Akkor nem is kell. Nem veszem meg. Nincs is annyi lóvédben. Van, de olyan sok lenne. Meg adja egy 20-ast. Szerencsekártya. Én akkor ezt most a pirosból kell húzni. Helyi önkormányzat renoválást ért elő épületeidre, fizess házonként 4000 forintot, szállodánként 11500-ot. Látod, milyen jó, hogy még nem építkeztél? Jó. De legalább ezt is sikerült kihúzni. Ez akkor szól, amikor már rengeteg házad van. Jó, akkor szopás. És a lóvéd meg szerintem nincsen. Na, így viszont jó, mert akkor most kapok 20.000-et. Sőt, igen, aztán, és 6000-ért megveszem a másik pécsit is. És akkor már megvan ebből mind a kettő, már lehet leépítkezni. Mennyibe kerül itt egy ház? 5000 darabonként, akkor mondjuk 10000-ért veszek mind a kettőre egy házat. Ja, azt tudok elrakni. Igen, és akkor így már is többet kell fizetned, ha belelépsz. Rohadjál meg. Hát 400 forint helyett egy házzal 2000-et. 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Életjáradék esedékes, kapsz 10000-et. Jöjjük rá vele menni. Csak szép lassan. Nagykőhősi út, Kecsón. Jó. Az nem kell. Miért nem kell? Akkor mi csinálják, mert is még olyanom. Mennyi ez? 6. Inkább, hogy építkezek arra, ha megvan nálam. Viszont az enyém 1800-at ide. Ó, viszont jól. Az enyém. 200-at tudok visszaadni. Te jussz. 11. Meglepetés. Irány a börtön, menj egyenesen a börtön. Most nem mehetett fel a 20.000 forintot. Na, most ott hát ez aztán jó nagy meglepetés volt. Hát most nem fizetek 5000 várat, 3 költ hát, aki jöhetek. 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ötvös utca. Nekem csak egyik önök sem. És megvan kívülve. Olyan rohadjál meg, te geci. És félbe bedupláztál, ott patok még egyet. Az az enyém a déli. Jó. Te ganyén. Mennyi az? 9. És 3 egymás utáni beduplázással is megvan. 5, 6, 7, 8, 9. A picsába! Tödök útban egy házzal 2000. Jó, adok 2000-et, te meg a bankból adja az egy. 20.000-et, nekem viszont az 2000-et. Akkor te meg adsz vissza 3-ot. Egy házzal az már ennyi. Te ganyi. Ó, hát ezt tudom, akkor vettem volna rá még két házat. Hát, hogy te egy kicsit kap be a faszom. Igen, még
10 000 ér, akkor már ráteszi még egyet. És négy ház után meg már lehet a hotelt adni rá, az fizet a legtöbbet. Jó, két ház van, 6 000 lett volna. Legközelebb előtt már 6 000. Óvádos, nem a tiéd? Nem. Nem, jó, akkor mehetünk. 6. Kisfaludi, az még itt van. Add egyet 12 000. Jó, itt van. Több a bomba. És már van belőle? Kettő kecskeméten van. Akkor már igen, még meg tudod venni azt, ami van ott a nagy kővösit, akkor már ugyanúgy építkezhetsz rá. És az viszont jobb helyen van, mert már három, ott már egy házzal 3 000. 8. 8, hát az 1, 2, 3, 4, ott jön 20 000. Nyolc. Kórházi számlát 10 000. Anyád! Az még a fáról esés volt. Jó. Hat. Nagy kőesi kell, az nekem. Két kecskeméti nálamban. Azért, akkor megveszem. Hogy kap be? Félek, hogy csak 10 000. Akkor nem vagy egy kecskeméti nálamban. Akkor inkább megveszem. Gyakorlj legyen, aztán majd alkudozhatunk. 8. Nagyon jó, akkor az 5 000 lesz. Hogy kap be? Két vonat. Azért kell minden évben azon megvenni, akkor már 20 000 lenne. Per alkalom. 6. Az mind a kettő az enyém. Na abban is jó, ha belelépsz, mert... Ja. 5. Bazd meg. Megvettem. Bank. Letettem az óvodékot. Ja, akkor most már jöhetsz ki, mert Petőfi tér az enyém jó. 6. És dupla. Igen. Tehát nem is kellett valaki fizetni. Az ki is? 1400-at ide vele. Hogy kap be, már megint? És bedupláztál. Kifosztasz azt itt, he. More. 7. Na, valamiben meg kell venni a házakat. Most akkor az is az enyém 1800. Mennyi 8200 visszajár. Akkor viszont váltunk a banknál. De az még a tér, amit beváltottál a tízes, nem? Igen, az még az enyém. Ja, igen, nem. Igen, az enyém, akkor 8000. Ja, és most 8200-t vissza. Igen, 8200-t vissza, és akkor még kiveszek magamnak 1800-at. Jó. Így mi. És akkor most már éljek. 9. Na, vonatozunk. Az enyém, igen. Hát de a saját vonatom, ahol vonatozok. 5. Na, akkor az 5x4, már 400-szoros át ki. Ja, nem, az 1000-szereség, mind a kettő az enyém, akkor az pont 5000. 5000? 5000. Ne szabadj meg. És jó, és akkor azt mondja, hogy vegyünk még két házat. Na, hogy te egy kicsit kap be a faszom. A renoválás már úgyis ki volt húzva. Jó. Irány a börtön. Na most itt fezsügetik. Nem baj, most már jöhetsz ide. Úgyis errefele tartasz. Jó. Jöhetsz akármelyikbe. Kőforogó tér, az a sajátom. Te jössz. 3 házzal már 18 000 kell fizetni. Madadok. Nem fizetek. 12 és dupláztam. Hogy rohagy majd. Jó, akkor ezért az... Tönök útban az 3 házzal 18 000. Hogy kap be a faszom, te geci. Nem, mert még 20 000 jár a banktól is. Meg adj egy alta a bankból. És bedupláztál, megint te jössz. 3 duplótál, meg megyek hűvösölni, mi? Jaj, ez már második dupla volt. 6.
Kisfaludi út. Az nem az enyém. Enyém. A második kör. Kijelent. Janus Pannonius, nem a tiéd? De. 1002 üres telekkel. 1002, oké, ott van, és bedupláztam. Megint bedupláztam. Petőfi tél, az az enyém. Mindjárt mész vissza a sütre. Hát igen. Harmadik beduplázás után, igen. De egymás után háromszor. De. Igen, egymás után háromszor zsinolba. Ja. Megint vonatozom? Megint vonatozom. 6 meg 5 az 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, az ingyen parkoló. Na, megint épült kezel, te geci. Négyház. Négyházzal már 32 000. Hogy is már szerintem, hogy a lóvén? 11. 11, akkor ide. Minden épület anyáz. Víz és elektromos házatok javításáért fizes házanként 2500 forintot. Nekem van 8 ház, az 18 000 forint. Azt meg pedig azt hittem, hogy ezt már kihúztuk. Nem, az a renoválás. Ja, igen, a renovál, de ezt van még egy. Na kész, akkor ennyi. Kellett neked úgy betanulni. Igen, rájöttem volna még azt a másik kettőt megvenni. 3, 4, 5, 6, dobótér. Az még kiadó. Kevés a lóvé. Akkor nem. Na, akkor és nem kapok 20 000-et sem. Ja. 5. Kőforogó az az enyém. Van csak gépjé bele valamelyikbe. 9. Színháztér. Nekem nincs olyan. De van egy azért egy PPH-i, de Janusz van. Nekem nem kell. Négy. Nyugati vasút. Az az enyém. Vonatozok a saját vonatomba. Az, igen, az pont. Móda Park, szerintem az is kiadó, mert nekem nem kell. Jó, nem kell. Ilyet. Hat. Hogy rohagy meg? Jó, vagy a piasz tér 4 házzal 16 000. Az olcsóbb. Te ganyé. Kifosztasz itt. 2, 3, 4, 5, 6. Hozd meg, maradt 30 000-en. Nem tudsz még építkezni. Most van a utca, az pont az enyém. Duplázta? Aha. De abban mi út? Az az enyém. Az az egy az enyém. Egernél. Mennyi az? 8. Mi vagyok. Kisfaludi út az az enyém. Kecskemét. Ja. Fizetős föl megint. Mennyi az 9? 9. Nagy elfelé. Az még nincs elnézé kiadva. Te jössz. 18 000 meg lehet venni, de akkor nem kell. Nem, hát alig van lóvén, kifosztottál te geci. Azt meg megint jövedelem adó. Szarig. Hát így nekem se lesz ugye sok pénzem. 5. Óskola utca, mennyi? Az 1800. Száz, 200, 300, 400, 500, 600, 700, pont 800. Kereken 30 000 maradt, baszki. Megbedupláztam. Jön a látogatóba. Ödökölték, kapsz 10 000 forintot, na végre, te geci. Végre, hogyha már ezért nem kaptam meg. 7. Bazd meg. Almagyar utca, az nem a tiéd, véletlenül. 2200. Végre majd te is fizetsz nekem? Csak duplával jöttek ki, ugye? Hát te harmadik körben már ki kell jönnöd. 5-ös utca az nincs. Az nincs, akkor már második kör, hanem 15 000.
valamelyikod után viszont neki lehet venni. Jó. 10. Megint. Na, és fel az utolsóban betupláztam. Annyi akar. Amit amúgy is kivettél volna. Janus Pannonius, az az enyém. 8. Janus. Na, most a piros volkán. Megnyertél egy keresztüli rejtvény pályázatot, nyereményed 10 000. Pénzáll a házhoz. Jó. Az enyém? Mhm. 5. Az az enyém? Elfér a pénzed, lehet még elzálogozni az enyéket, vagy házakat eladni, hogyha van, de... Hogy utcát mi? Hogy eladom az utcámat. Oké. Okay. Hát igen, hogyha megveszem. Na, tartom. Hüsi. 9. Lépj vissza 3 mezőt. És akkor hozzá egy másikat. Meglepetés. Boldog születésnapot minden játékostól, gyűjtsd be 1 000-est. Jó, közé. Én viszont akkor veszek izé magát. Nem, hogy inkább, hogy 100 000-et. Tudod, ki van? Lehet, hogyha rád kívülsül, akkor lehet házakat venni. Igen. De most már ezért, most már a 4 házat lecsegeltem hotelre, így már ezért 25 000, 45 000, rohadj meg. Az azon a tiéd? Janus Pannonius, nézem, üres díj, 1002. És megint betupláztam. Hogyha már lenne szállodám, 90-et fizetnél, viszont a kőfaragó térnél Sopronban 4... Hát szállodával már 127 000. Igen, ezek jó. Hát itt az a 2000 és ez nagyon drága az ilyen, ezért. Hát csak ott ezért volt drágább is a ház, még itt csak 5000 egy ház, ott legalább azért a 10 meg 15 ezer. Tehát ez valahol drágább építkezni. Jó. Jó. Már egyetlen utcában, Pécsen is. 5, 6, 7, 8. Na. Menj, az 25 ezer szállodával. Rohagy meg. Meg adja egy hozast a bankból. Jó, hogy mennyit visszaadok. És adsz vissza egyet. Mennyi? A szállodával? 25 000, úgyhogy 5 000-es meg visszaadom. Hogy kap be? 2 darab 10-est adtam neked. Meg most adtam az 5 000-est. Igen, jó. Így már jó. Most ha betuplázol és belépsz a másikba, az 45 000. Hát akkor azt már nem fogom tudni kifizetni. Hát valamit el kell adjál. Gratulálunk a szépségversenyen elért második helyezésedért, jutalmad 1000 forint. Én ezt mondtad a múltkor, hogy szépségversenyes. Igen, ez egyedül indulok én második. 5. Nagykörösi út. Azt az viszont megveszem. De az 600 forint, azt mondta az enyém. Nagykörösi út? Azért van látod, te geci. Rohadj meg. Hát az csak 600 forint. Tegy anyai. Azért te már el is felejtettem, hogy megvetted. Ezen fizet az olyan jó. Na most majd vennem kell megint, mert ugye... Töli vagy van lóvé. Az nem, a többire már fel van építve, de nem tudom többet építkezni. Vödös Marti? Hát azt nem. Azt nem biztos, hogy megveszem, mert az olyan drága. 35. 35. Megvegyem. Megveszem. Hát, ha jó lesz valamire. Dunakorzó az már 40 000, az is jó. Hát és itt is az, hogy még az üres tenekén is be lehet gyűjteni 3500-at. Vittem neked a reszelőt. Hogyha meg mind a kettő nálam van, akkor már 7 000 a vörös valati tévés is. De. És szállodában 150 000. Az jól fizet. Saját. Azt mondta az enyém, és jár még 20 000. 5. Az az enyém? Az 5 000. Szia, gáz. A vasút. Vasúttal utazni, gyönyörűség.
Na, nem megyek én is a vasútra. Ezt nem vonatozni? 8. Vonatozni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1800-at ide. Domtér. Az nem a tiéd? De. 2005 ide. Ez tényleg sokáig tart amúgy. Főleg amikor ilyen beáll a padhelyzet, nagyjából így a fele-fele arányban vannak a biotokok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bazd meg. Megindul ki. Nekem az mennyi, az nekem 6-ot kell dobni. Ez 2, 3, 4, 5, 3, 4. Óváros. Nekem nincs olyan. Nekem sincs. Jöjjön duplázzal. Viszont bedobod megint. Nem duplázzal, csak még egyszer te geci. De nem húzok egy kártyát. Ittas vezetésért fizes 20 ezer forintot. Sorry. Kell neked annyit vedelni állandóan. Valahogy most nem dupláztam be. De most visszakapom. Ittas vezetésért fizes 20 ezer forintot. Te jössz. Kis faludi út, az meg a tiéd, nem? Jaja, 800. 800? Egyelj vissza 200-ast. Tegyüsz, második kör volt. És mindenképp meg lehet venni még. Nagy erdő, azt mondjuk meg lehet, jó, akkor 18-ért megveszem. Van, amire csak jó lesz. Végül is már van kettő, abból is. És a Betlen utca még benne van, úgyhogy nézzük. Következően jön a kívülök. 4. Az meg pont a tiéd. Ja. Aztán majd azt hiszem, hogy be lehet házasítani, hogyha sikerül. Sikerül még a Betlen utcát begyűjteni, mert most már egyes nem tudok dobni most. Domtél. Ez az enyém? Enyém, 2000 idő. Na most már gyűjjük, mert nekem azért az ezres is. Tízezres kell nyomán gyűjteni. Jöjjön öt. 5. Betlen utca. Azt mondtad, nem? Ja, nem? De hát, kettő már nálam van. Kevés olyan van, két darab tízezres. Ja, van. Hát pont annyiba kerül. Ja. Mindegy, megveszem. Ja, már csak azért sem, hogy... Azért sem, te is megvetted. Hát igen, hogy ezt tudjak rá építkezni, ja. Így kell lesz majd, de ez valahogy majd el kell bizniszelnünk. Biznisz. Kőfaragó tér, az az enyém, 2006-ot ide. Igen, még azért, még egy vasútvonal nem nincs elolva. Igen. Azt kellene bepályázni. Az még ott van. 10. 1, 2, 3, 4, 5, hát meg sok van a méterek. 8, 9, 10. Gárdonyi út. Az az enyém 2004. Az pont. Elmentem vonatozni. Nyugati megváltkozik. Lestrátil, ez meg gondolom a tiéd. Jaja, 600 forint. 600. Elég ócó. 400-at vissza. Nem is már sok a százasok, nézd csak. Nem is lehet, még a másik ezért tudnám megvenni. Másik sötétkéket. 8. Mi vagyok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az jó a 45 ezer, az hotellel együtt 45 ezer. De most kapsz a vamtól 20 ezeret. Hát de nincs annyim baszki. Hát valamit jelzálogozz le. Vagy adjál valamit. Mit akarsz megvenni, te gec?
Hát mondjuk ezért, mert még megveszem a vonatot. Mennyire? És akkor, hát mondjuk 20 ezerbe kerül, akkor megveszem 20 ezerért, és akkor már, és akkor azt még 25 ezeret. Mondjuk, vagy is ha jelzálogot teszel, de akkor meg 10 ezer kapsz a banktól. Vagy már bármelyiket, az értékednek a felét mindent megkapod, hogyha lejelzálogozol. Csak akkor viszont addig ne fizeted vissza a jelzálogot, addig nem szeretett a pénzt. Hát fordítsd meg. Jelzálogot, hát az még csak 5 ezer? Ja. A naucó. Igen, és akkor azt meg kell fordítani, és akkor az, ami jelzálogos, azért nem szedhetsz pénzt. Az mennyi? 15. 12. 13. 10. 5. Az a legtöbb. De hát látom, hogy amikor a Betled utcát is megveszem tőled 20 év, és akkor nem kell, már csak 25-öt adjál. Jó, akkor legyen. Vonat meg a Betled utca, legyen. Megjön ez. Jó, oké, és akkor adjál még 5000-et is megvan. Mondod meg a Petter utca. Az így jó, mert akkor már is lehet építkezni. 4, 5. Ez így már jó. Kénytelen voltam, hogy megszivattal te geci. Jó, és akkor nézzük. Ja, és egy 10 000 egy ház. Ja. Mondjuk 30 000-ért veszek mindegyikre egy házat. És így a három vonatnál már, hogyha valamivel belelépsz, akkor az meg már 10 000. Ez így van. Keleti, az az enyém most. Jó. Még az északit kéne begyűjteni, és akkor már azért a négy vonatért lehetne 20 000-et fizetni alkalmanként. 10. Színház tér. Olyan on nincs. Ja, viszont ott jönnek az aknák. Ott lakom le az aknákat. 10 000 forint bírságot, vagy 20 és szerencse kártyát. Nem húzok inkább egy kártyát. Népös tartmezőre. Már az is tett a geci. Ezzel most jól jártam, de már dupláztam. És meg is dupláztam. Megint dupla. Hol volt? Megint dupla, akkor az... 6. Akkor az 6 nagy kőrösi út, az meg a tiéd. Ja nem, az pont nem. Megint dupla, Dugyi. Ilyen is volt 3 dupla után, már börtön. 6. 3, 4, 5, 6. De még egyszer 6. 12. De csak hova mentem? De még egyszer 6. És ott van egy házad, nem? De nem, mert még csak 6-ot léptél. Jó? Mi lépjél még 6-ot? 2, 3, 4, 5, 6. Mondjuk az is az enyém, az csak 10 ezer. Te geci. És ráadásul bedutáztál. Vasutas vagyok, a faszért kell fizetnem. Itt van már a 3 vonat, az már 4. 5. Csá, de rég találkoztunk. Megint sikerült? Dugyi. De nem jött azt, nem volt, mert fáradtan nem tudsz adni két kockával. Ja? Jó van. Akkor ezt benéztem, kőfaragó pér az az enyém. Én magadok. Nem baj, jössz. 4. Jössz ott az apnámi fele. 10 000. 3 vonat. Szia, gáz. Ellopja a vasutamat, azt még közösek is érte. Hát igen, most már akkor így tudok venni megint még házakat. Csak hogy rakjuk le az aknákat. 10. 5. Két házzal már 22 ezer. 8. 8. Hol vagyok? 8. Megint 45 ezer? Tui. Na most mit adsz el? Mi kell? Eladok 20 ezerért. Hát várjál, melyiket. Jó, hát a két kecskemét itt. Az még nem is kerül annyiba, de nem baj, ezek a jobbakot is tudok építkezni. És akkor nem kell fizessek így. Igen, és akkor nincs költet. Jó, hát úgy legyen, akkor azt így megegyezhetünk, mert akkor már oda is tudok majd építkezni. És megvan a 3. 8. Ide nem, vagy nem 5, 6, 7, 8 ide, meg kék kártyát kell húzni, lépős tartmezőre, az meg annyi is. De akkor ebből veszek házat. Itt csak 5000 a ház, tehát veszek 4 házat ezekre. 7. Nem vagyok 7. Tegyük erre a másik házat. Tegyük. Csak hogy gyűjjenek az aknák. Klucs, 10. Hozom a bablevest. Ja.
Nem is csak látogatóban vagyok. 8. Ej, az az enyém. Ja, 9. 9 az a 8. Ja, igen, jó. Nem baj, ott eljössz, ott vannak az aknák. 5. Az is jó, az is 10 000. Rohadjál meg. Lejázzál a logotot, azért azt az egy szemzövedet. Nem kell a Janus Pannonius? Egy 10-esért. Na, adjad, végül is. Már csak a másikat kell begyűjteni, akkor a színnál és akkor itt végig tudom aknázni az egészet. Akkor a fél pályát már elaknázom. Valami egyszer, majd csak belelépsz. Dobótél, az még kiadós. Nekem nem kell most. Majd inkább ezekre vásárolok házat. 5. Az a pont megúszott. Majd mire ide élsz, Adi. Bár az egész olcsó, mert még csak 2 házal is csak 9 000. Itt azért jobban meg kell aknásítani. 11. 11, hol van? Az az enyém ötös, Marti. Megvetted? Azt már megvettem. Az az egy ott van. Még a pálya az nincs meg. 11. Kőforogó, az az enyém még. És akkor 20 000, de nem 20 000 kell, hanem 4 ház. És be is dupláztam, mert nem dupláztam rá. De dupla volt. Dupla volt? Dupla volt. 10 dobta. Most. Színháztér. Jaj, és az még eladó. Akkor azt megveszem. És akkor már ebből is megvan mind a három, jó, akkor most már ide is lehet építkezni. 6. Az 3500. Amit most tudok fizetni. Üresen 3500. Viszont az már rég egy házat épít, hogy 15 000 legyen. Az is egész jó helyen van. Be kell szerezni a párját is. A parkoló. Na, hát hol van végpaknálba, csak belelép. 4. Az az olcsóbbik, az csak 25 000. Adj egy 20-as először is. Akkor ez már megy oda neked. És akkor még 5 000 szépen. 1, 2, 3, 23. Hát annyi nincsen. Hát akkor elzálogozz le valamit. Van még 3 000 birtokod. A 15 000-esre elzálogozzuk. Hát, és akkor kapsz a banktól 15 000-et. Akkor ezt így kell. Igen. Hát annyi, hogy már nem adod vissza a banknak, addig nem tudsz érte ezért bérleti díjat szedni. És most mennyit adok még neked? Mennyit adok? Hát 20 000-et ma adtál, még 5 000-et. Hát ott az 1000-eseket. De ez csak 4. 4? 5. Nem, ott úgy. Azt mondja, hogy itt mennyi a házi? 10 000 egy ház. Akkor veszünk ide is 3 házat. És amíg nem adom vissza a banknak, addig nem vehetek érte pénzt, mi? Igen, addig nem szedhetsz érte pénzt. Ja. Na itt van. Akkor most már így... Te jössz, nem? Így már szépen mutat, itt nagy végig az aknák. Az már az enyém. Még az északi az, ami kiadó. 7. Az jó, este tél, az mennyi volt? 3 házzal... 27 000. Az jó. Van még annyit? Nincs. Akkor mit van még? 12. Meg 13, az 25, nem? Igen. Akkor adja a 25-öt. És mennyit kell fizetni? 27-et. 25. Hát még úgy sincs, bazd meg. 26, 26 005. De ez már 30. Ez így 30. Jó? Ja? Akkor félreadtam a 10-est, jó van. Igen, ne státé, 3 házzal 27, ide adod a 30-ot, aztán az adok vissza 3 000-et. Ja. Bazd meg, kifosztottál a vagyomból. Ez a játék lényege itt. És ha teljesen kifogjuk, akkor megnyertél, mi? Igen. Mi 10 000-ért veszek ide egy hotelt. Akkor így már nem 3, hanem 4 ház lesz. Ja nem, akkor még csak 4 ház. Akkor
Akkor mondjuk még egyet teszünk, és akkor ide egy hotelt. Meg akkor ide még lakunk még egy házat. Így tűnni. Akkor ez megyut a... így. Te gyűjtsz amúgy. Ez pont 6, igen. Kőforogó. Ja, de majd elzálogozom. Jó. 9. Mit sikerült behúzni? Most majd jó, hogy is lépj vissza a három mezőt, bármik azon is, azon csak egy van. Ingyen szabadulhatsz a börtönből, ezt a kártyát tartsd meg, amíg szükséged lesz rá. Hogyha bemegyek a dutyiba. Igen, akkor ezt fel tudod használni, és ingyen kijöhetsz, nem költözni lefizetni. Hát nem lefizetni, hanem azért kifizeted a szabadlábra helyezést. Hogy mondják, azt várjál. Pedig az előbb már tudtam. De az jó, az ingyen szabadulhatsz a börtönnek, hát várjál, akkor az négy házat jelent. Akkor ide jön egy szálloda, és akkor még minimum a 15 ezer, 4 ház vagy hotel, akkor az még 10, és akkor már csak 5 ezer kell innen. És akkor gyújnak azoknál. Most ja, én jövök. Ja, de nekem még húznak el egy kártyát. Ilyen kék. Jaj, jó. Fizess az orvosnak 5 ezer forint. Jó, fizetik. A óvos eltiltotta. Mennyi az? 7. 7. Adom az elén. Nekem van. Most akkor húzok egy ilyet. Irány a domtér, ha áthaladsz a startmezőn, akkor kapod a 20 ezeren, de haladok át, itt vagyok. Jelzálogodott vagyok. Ez az az. 6-7. Business? Hát majd, hogyha igen, hogyha meg megint belelépsz, akkor az 5000-et él. 5000 él lehet, hogy megveszem. 20-at szedjél. Ingyen szabadulhatsz a börtönből már megint. Akkor már kétszer. Ez már 10000-et él. Ja, mégis 10000, amit föl lehet használni. Na, hát akkor én még maradok. Viszont kapod a 20 ezeret? Ja. Végre és már. És megint sikerült kikerülni, az egyik aknál már sikerült kikerülni. Jó volt az, mit húztam? Ja, nem húztam egyébként. Irány a börtön, menj egyenesen a börtönbe. Most nem veheted fel a 20 ezeret, most nem kell. Hát nem is kell, mert nem haladsz át. Na, de viszont ezt felhasználod, igen. Igen, és akkor a következő körbe te már jöhetsz is. Ja. Nekem már még azt hiszem, és jöhetsz te is ki, 10. Jöhetek én is ki, mert bedupláztam. 4. Domtér jelzálog alatt. 11. 11. És megúszta megint. És az áldáson még meg lehet venni. Ja, Móra Park. Kell? Alig van lóvé. Ja, szóval nem. Hogy fizetek utána? Járj a börtön. Megint. 6 meg 4 az 10. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Én maradok még. 6. Az meg. Ah, viszont 3500. Lassan visszahozza ez is az árát. Második kör, még maradok. 4. Adj egy 20-ast a bankból. Ja. És még 5000-es, még 5000 kell. Na, király. Azt magad ide. Rohagy meg. Na, akkor most már. Nagy nehezen bejön a 20-as, aztán le is nyúlja. Hát most várjál most. Akkor így feltek még 3 házat ide. És most már jövök ki a börtönből. 11.
4, dupla. Na, azt hiszem most megveheted a vonatot, hogyha ilyenképp betupláztál. Mennyi a vonat? 20. Akkor megveszem. Az egy, ami még nincs, jó? Nem, az majd jól lehet, hogy valamit. Igen, valamiben belelépsz, akkor úgyis el kell adjad. 7. Hát az csak 2000, mert az is nálam van. Százasok vannak. Na akkor adjad ide a vonatot, és adod neked 13000-et. Mi? 20000-et. 20000 ér a tiéd? Jó, de ezért, de 7000-eken fizetned kell úgyis. Ja, akkor 13000, jó van. Ezzel bozd meg. Tehát adod 13000-et, meg akkor kell a vonat. Várjál. 10, 12, 13, és akkor már megvan a 4 vonat. Most már az is 20000, hogyha belelész valamelyikbe. Jó. Itt van nálam a 4 vonat is. Mert megvan még egy ilyen szabad volt szögöltönből, mert jön. Azt elbizniszeljük majd, mi? Megint gyakorban mész? 5. Hú, hát most nekem nem kell. Mi ez? 9. Az is senki. Most még. Én meg nem is akarom most megvenni. Kell a 20000. 8. Gárd, Donnyi. Ott van nálad. Hát Donnyi, ott van 2004. Egerből az az egy van itt. Ne szabadsz meg. Akkor ez. Dupla. És akkor várjál. 12. 10, 11, 12 és dupla. Az már is az egy. Hét. Szerencse kártya. Fizess tandíjat 15000. Anyád! Igen. Hát nem tudok már mit. Hát 5000-et él az ízik. Hát akkor sem tudom még a többit, ha nincs annyi. Hát de még itt van még egy 5000. Jó. Meg az a sok ezeres. Bazd meg. Meg 10. Hát meg akkor azt ad vissza az ígyen szabad a szövőltöbből a kártyát, vagyik az 5000-et él. Itt van. Vegyed őket. Ez 15000. De ezt most a banknak kell fizetni, ne? Nem baj, adok neked ezért 5000 forintot az ingyen szabad arcszövőltetőből a kártyáért. És akkor megvan. Az mondjuk, hogy annyit ér. Akkor van nekem egy ilyenem is. És akkor... Annyi, és akkor ez... A kártyába figyel. Igen, azt majd eltettem ide a többi. Én szerencse kártyát, bazd meg, még fizessek is. Van jelen egy ilyen gecik fizetős kártya. Nem megyek a börtönbe. De fel is használtad így a kártyádat? Hát, jó, felhasználom, hogy visszateszem, és akkor legközelebb már jövök ki. 7. De megint? Elégtél, az jó, az... 45000-t, azt már ki tudsz, vagy? Na jó, feladtam ja, akkor. Hát, jó. Hogyan fizessek 45000-et? Oké, akkor nyertem. Ez már feladtam. Amit belenész egy kettő, akkor biztos nem tudod kifizetni. Hát alapból nem tudtam, most se kifizetni az összes ilyen jelzálogból. Hát, ha mindent megveszem, mondjuk fél áron jelzálogból, akkor az mennyi? Mindegy, feladom, úgyis van. 12000, 27, igen, hát az így. Ez még így is csak 40000. Ja. Mindegy, feladtam, te nyertél. Nem, mondjuk még éppen ki tudtad volna fizetni, csak aztán utána megint belész valamelyik, azt már tuti, aztán megint beszopom. Azt már tuti, nem? Szedd ezt a izéket, meg utána osszék megint a pénzt. Nyomjunk még egy pört. Hát, ha most jobban járok.